Március 4-én Üllőn várták a Gyere hokizni roadshow szervezői a jégkorong iránt érdeklődő gyermekeket a városi sportcsarnokban. A fiatalok kipróbálhatták a jeges sportot, valamint találkozhattak a sportág ismert hazai képviselőivel, mint például a 98-szoros válogatott Szilágyi Tifanival, vagy a 225-szörös válogatott Horváth Andrással. A magyar jégkorong sport az utóbbi években több jelentős sikert is elért. 2008-ban és 2014-ben a férfi válogatott feljutott a főcsoportba, vagyis a legjobbak között szerepelhetett, míg a nőknél 2019-ben jött az áttörés. Felkerült a csapat a női elitbe. A Magyar Jégkorong Szövetség célja a sportág további népszerűsítése. Ezen a rendezvényen a Magyar Jégkorong Szövetségnek van egy országot bejáró roadshow-ja, ahol a sportágat próbálja népszerűsíteni, bemutatni, és ugye mivel nekem azért egy elég komoly kötődésem van a jégkorong sport iránt, plusz ugye itt Üllőn működik egy nagyon jó kis jégpálya, ezért adott volt a lehetőség arra, hogy azt hiszem, hogy ebben az évben az utolsó vagy utolsó előtt ilyen nagy országjáró túrén ide Üllőre is el tudjuk hozni ezt a programot. A rendezvénysorozat célja a fiatalok megszólítása és figyelmük felkeltése a jégkorong sport iránt. Elsősorban ugye az üllői gyerekek, itt is ugye az első, második, harmadik osztályosok, ugye a kicsiket nem nagyon tudtuk hozni, és hát a környező településeken, tehát Felsőpakon, Gyömrő, Vecsés, Gyál, sőt még Monóról, plusz még hallottam, hogy ha minden igaz, akkor a 18. kerületből is jön egy óvoda, tehát itt a Jégkristály jégpályának a 6-6-os munkájával, akik ide járnak korcsolyázni, azoknak a gyerekeknek lett meghirdetve. Hát előre láthatólag itt a regisztrációk alapján 800 és 1000 gyerek között várunk a mai napra, a mai délelőtre. Az üllői sportcsarnok nem csak sport, hanem kulturális események helyszínéül is szolgál. Nyitottak vagyunk, ugye most indult be a táncidőszak, a múlt héten is volt egy nagyon komoly országos kétnapos táncversenyünk. Mindenki tudja, hogy évek óta visszajáró a PMLS-nek a futszál hétvégéje, ami a decembertől februárig volt, és hát ugye azért a hazaiak, már úgy mondom a saját csapatunk Üllőnek, az ifi felnőtt csapatai, ugye a kézlabdában, a Vecsésnek szintén, de minden olyan érdeklődőt várunk, aki azt érzi, hogy szeretne itt nálunk egy eseményt megszervezni, nyitottak vagyunk, keressenek, amiben tudunk, segítségükre leszünk. Az eseményen a gyerekek a hazai jégkorong élet jeles alakjaival is találkozhattak, például Horváth Andrással is, a korábbi 225-szörös válogatott védőjátékossal. Tőle megtudtuk, hogyan jött létre ez az országos rendezvénysorozat. Amerikai példára, ugye ott nagyon régóta működik ez, hogy az NHL sztárok, a legmagasabban képzett jégkorongozók járkálnak iskolákba, különböző helyekre is próbálják népszerűsíteni a sportágat, és minél több gyerekkel megszerettetni. Innen vettük mi is a példát, és természetesen ugye járjuk minden évben az országot, és próbáljuk minél több gyereknek megmutatni azt, hogy mi az, ami vonzó lehet számukra ebben a sportágban. Horváth András szerint a jégkorong népszerűsége emelkedett az utóbbi években Magyarországon. Sosem lehet elég népszerű. Nagyon-nagyon sokat javult az elmúlt 5-6 évben, és én bízom abban, hogy ennek a roadshow-nak köszönhetően, illetve ugye nyilván a felnőtt válogatott szereplésének köszönhetően egyre bővül az a maga, amiből válogathatnak majd az edzők. De ahogy az elején is említettem, sosem elegendő, tehát bízunk abban, hogy még több tehetséges fiatal választja ezt a sportot. 4-5 éves kortól el lehet kezdeni már korcsolyázgatni, de én úgy gondolom, hogy 6-8 éves kor az, amikor érdemes elkezdeni egy picit komolyabban az alapokkal foglalkozni, és hát nyilván onnantól olyan 10-12 éves kor az, amikor már mindenképpen folyamatos rendszeres edzések kellenek ahhoz, hogy az alapokat tökéletesen elsajátítsák a fiatalok. Például ugye Üllőn is van már jégpálya, és általában úgy szokták az egyesületek biztosítani a lehetőséget, hogyha valaki lejön, ugye korcsolyoktatás van, ott akiben úgy látják, hogy van potenciál, illetve azok a fiatalok, akiknek van kedvük és szívesen kipróbálnák a sportot, azoknak általában szoktak adni próbafelszerelést, hogy ez a szülőket rögtön ne terhelje, és akkor ezek után egy-egy edzésre lejönnek, általában pár edzés után kiderül az, hogy ki az, aki megragad a sportban, és ki az, akinek ez nem annyira szimpatikus,
és akkor utána meg már ugyanúgy, mint minden másik egyesületben, vagy minden másik sportágban, ugye leigazolják őket, és akkor elkezdenek járni folyamatosan edzésekre. Minden alkalommal hozunk egy meglepetés vendéget, ugye a Jégkorong Szövetségnek a kabala figurája, ő egy jegesmedve csúszka, akit természetesen nagyon szeretnek a gyerekek, úgyhogy ő lesz az, akivel még fogunk kedveskedni.